izgalmas és aktuális kérdést hoztam a mai napra, még pedig azt, hogy a megosztó gazdaság, vagyis a sharing economy, az tulajdonképpen minek is tekinthető üzleti modellnek, vagy életmódváltásnak, vagy pedig mindkettőnek. Számos tényező hozzájárult ahhoz, hogy ez az új piaci modell kialakuljon, úgy, mint amit tudjuk a 2000-es évek óta az internet alapú szolgáltatások, illetve az olcsóbb piacok az internetnek köszönhetően elterjedtek. Manapság már mindenki elérhető online, és mindenki szeret azonnal termékekhez és szolgáltatásokhoz jutni. Illetve ami nagyon fontos tényező az az, hogy az Y generáció, tehát a mai 21 és 35 év közötti korosztályról együtt fejlődött tulajdonképpen az a sharing economy, hiszen mondhatom, hogy az én generációm már olyan, aki állandóan online van, hogyha most kitalál valamit, hogy szeretne megvenni, akkor azt most meg tudja venni, hogyha kitalálja, hogy szeretne utazni és szállást akar foglalni, akkor azt azonnal el tudja intézni. Illetve ami még egy fontos tényező, hogy a 2008-as gazdasági világválság következtében egy csökkenő fogyasztói bizalom jelent meg, ami azért érdekes ebből a szempontból, mert egy új típusú piacot kiadékra az elterületet segítette, amitől várják azt, hogy a más típusú szolgáltatásokat igénybevevőknek egy, tehát hogy már visszatér újra a bizalom a piacokban. Tehát megváltoztak a fogyasztási szokások, illetve új lehetőségeket és veszélyeket tartogat magában ez az új sharing economy piac. Azonban, ami nagyon érdekes, az az, hogy itt az ábrán látható, hogy 2014 és 2015 között 77%-os volt a növekedés a tranzakciók értékének a növekedése, tehát egy rendkívül dinamikusan növekedő piacról beszélünk, és összevetve a hagyományos piacgazdasági működéssel és a különböző tevékenységekkel, amiket úgymond elérhetünk a sharing economy piacán, illetve a tradicionális piacon. Láthatjuk, hogy sokkal jelentősebb a növekedés az előrejelzések szerint a sharing economy piacán. Tehát néhány esetben az 2013-25 között valahol több mint 60%-os a bevétel növekedés az ilyen fajta üzleti folyamatoknak köszönhetően. Ugye a kérdésre, hogy üzleti modellnek vagy életmódváltásnak tekinthetjük el a sharing economy-t, el kell azt mondani, hogy manapság mindenhol jelen van. Tehát akármit szeretnék elérni, ebben az mondjuk üzleti modell, ebben az üzleti modellben már elérhető. Tehát ugyanúgy, ha van szükségem egy termékre, akkor azt elérem, hogyha például vendégséget tartok, és csak 4 széken van, de 10 embert hívok meg, akkor vannak olyan platformok, ahol lehetőségem van kölcsönözni például székeket, vagy ugye a legjelentősebb, amit bizonyára mindenki ismer, tényleg a szállásmegosztás és az utazás megosztás, tehát az úgynevezett az autóbérlésre, de illetve az úgynevezett ride-sharingre, vagyis az autóban lévő hely megosztásra vonatkozik, de mindenféle szolgáltatásra ez kiterjed, tehát tulajdonképpen egy életmódváltáshoz is hozzájárulhat, éppen azért, mert mindenhol elérhető. Azonban rendkívül megosztóan a sejmikon, hiszen még nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy rendkívül jó gazdasági lehetőség, mert makrogazdasági szinten a felesleges kapacitások kihasználására alkalmas, illetve mikrogazdasági szinten társadalmi nyerességet jelent, hiszen a szociális következményei lehetnek az, hogy több embert megismerünk, jobb szomszédsági viszony alakul ki szomszédaink és közöttünk, és hasonló pozitív szociális következményei vannak. Mindenképpen a fogyasztás új formája, amire valahogyan a piacnak és a jelenlevő
szereplőknek reagálni kell, illetve egy új, lehetséges út a fenntartható gazdaság felé. Azonban a másik oldalon láthatunk egy csomó negatív megközelítést, úgy, mint szabályozatlan piacokat generál, tehát biztosan tudjuk, hogy ugye itt a jogszabályok betartása, illetve az adózás kérdése az nagyon izgalmas, hogy ezt hogyan tiltják, illetve segítik egyébként országok. Néhány kritikus szerint ez a neoliberális gazdasági modellnak az újrainterpretálása, tehát tulajdonképpen a klasszikus kapitalista piacgazdaságnak egy új megjelenési formája, és éppen ezért összefüggésben innovációknak is tekinthetjük, hiszen ugye attól, hogy valami innovatív és új, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az jó is. Éppen ezért a sajátokra is úgy tekintenek, mint egy olyan fajta innováció, ami nem biztos, hogy pozitív. Megvizsgáltam azt, hogy az egyes felmérések szerint kik azok az aktív résztvevői ennek a modellnek, akik akár napi szinten szeretnének részt venni a sajátokban, vagy pedig részt is vesznek. Többféle izgalmas eredményt találtam, például, hogy az Y-generáció, vagy az előadáson elég is említettem, aki tulajdonképpen formálja ezt a piacot, hiszen a legtöbb vállalkozó, legtöbb startup vállalkozó, aki ezen a piacon jelen van, mind ebből a legtöbb mind ebből a generációból való, illetve egy másik izgalmas kérdés, hogy a feltörekvő piacokon, tehát akár Brazília, Tájföld, vagy ázsiai országok, vagy akár Kína, mint látjuk, a megkérdezettek 94%-a úgy gondolja, hogy szeretne, vagy pedig részt vesz ilyen típusú tranzakciókban. Általában, hogyha a híreket látjuk a sajátokkal kapcsolatban, ugye akkor vagy USA-t, vagy Ausztráliát hozzák fel példaként. Azonban nem csak ők azok, akik ebben aktív szereplők, hanem minél feltörekvő piacoknak az ott élő lakosság is szeretne ebben részt venni. Tehát még ugye van az általános nézet, ami szerint a fejlődő országok szeretnék követni fejlett országok növekedési ütemét, és nyilván ugyanazokat a fogyasztási mintákat alkalmazni, addig lehet, hogy ez egy picit befolyásolni fogja a fogyasztási mintákat, hiszen van egy olyan generáció, aki már napi szinten bármit elérhet ennek a sharing-ekonomi gazdaságnak a következtében. Készítettek tavaly Hollandiában egy felmérést arról, hogy mik azok a tényezők, a fenntarthatóság három tényezői közül, a környezeti, társadalmi, gazdasági, amik a résztvevőket leginkább motiválják, hogy részt vegyenek ebben a sharing economy gazdaságban, és öt olyan területet emeltek ki, ahol a legjelentősebb és a legtöbb ember számára elérhető ez a fajta modell, úgy mint szállásmegosztás, autómegosztás, eszközmegosztás, ételmegosztás, itt például a lakásétermekre kell gondolni, vagy pedig az utazás módjának a megosztása. És a megkérdezettek nagy része a gazdasági haszon miatt választja a sharing economy féle szolgáltatásokat, hiszen szemben a hagyományos szolgáltatásokkal az ár-érték arány az egy sokkal minőségi és magasabb színvonalú. Tehát például, ha csak egy lakás megosztásra gondolunk, akkor lehet, hogy ugyanazért az árért egy magasabb színvonalú szállást kapunk, mint mondjuk egy hotel esetében. Nyilván ez mindenkinek a preferenciájától függ, de ez azért is érdekes, mert ugye a sharing economyhez hozzákötik azt, hogy ugye ennek pozitív következménye lehet a természeti fenntarthatóság elősegítése, tehát hogy kevesebb erőforrást használjunk fel, de a válaszadók szerint elsősorban gazdasági motivációs ösztönzők vannak. Nyilván izgalmas kérdés lenne ezt egy ilyen trend vonalban is megvizsgálni, hogy ez hogyan változik, hiszen körülbelül 2 vagy 3 éve kezdett el ez a sharing economy modell igazán népszerűvé válni.
Én azt gondolom, hogy előzetes kutatásaim alapján ugye nagyon izgalmas kérdés az, hogy az Y-generáció hogyan fogja formálni a fogyasztási mintákat, és válaszolva arra a kérdésre, amit az előadás elején feltettem, hogy ez vajon egy üzleti modell, vagy egy életmódváltás. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen üzleti modellnek tekinthető, de hogyha nem is igaz ez az állítás, akkor is mindenképpen a hagyományos kapitalista modelleknek, piacgazdaságnak ez egy figyelmeztetés, hiszen ugye disruptoroknak, tehát romboló gazdasági tevékenységnek tekintik ők, hogy valahogyan erre vagy alkalmazkodni kell, vagy pedig átgondolni az eddigi működést, illetve hogy életmód váltása, mint láttuk, van egy generáció, aki napi életvitel szintjén elérhet az a web alapú technológiáknak köszönhetően bármilyen terméket vagy szolgáltatást ennek a modellnek a segítségével, tehát tulajdonképpen lehet, hogy ez egy lehetőség az életmódváltásra. Nyilván, ahogy említettem, ennek van számos pozitív, illetve negatív és kérdéses kimenetelő következménye. Például ugye a visszapattanó hatás, hogy ez hogyan fog hosszú távon majd a környezeti fenntarthatóságra hogyan lesz a következménye, de azt gondolom, hogy rendkívül izgalmas tudási terület. És köszönöm szépen.